következő előadó, B. Nagy Gyula, ehhez egy technikai kérésem lenne, hogy tiszta vizet készítsetek elő, mert az előadás végén megtanít bennünket a vizet programozni. Poharak vannak, vagy hogyha ha van poharaitok, buborékos víz ehhez nem jó, csak tiszta víz. Nagy Gyula villamosmérnök, feltaláló, vízkutató. A Gellértben az oxigenterápiás technikai megvalósításnak a kivitelezője, amit együtt csináltunk 2009-ben, amely igen sikeres volt, és tovább fogjuk ezt folytatni, talán már az idén el tudjuk kezdeni. Csontkovács természetgyógyász, az emberek segítője, népi orvoslás tekintetében két könyv szerzője a vízről, amelyet az előadás után itt mellettünk meg lehet tekinteni, és megvásárolni, igen. És a végén, az előadás végén a vízprogramozás megtanítja nekünk. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki most megjelent, vagy esetleg még ide fog jönni. Hát egy elég merész és nagyívű címet adtam meg én itt a Pócs doktornak, hogy miről lesz. Lehet, hogy beletörik a bicskám, de neki megyek minden esetre. Viszont pontosan azért, hogy tudjuk, hogy milyen úton fogunk mi eljutni Sumériáig, és onnan egy retúrral Egyiptomon keresztül vissza. Ennek az egésznek az eszköze a magyar nyelv. A magyar nyelv, mint útlevél, a magyar nyelv, mint szállítóeszköz, és ezt beszeretném itt mutatni, mert az előbb itt a kollégának nem akartam belekocsogni az előadásába, de bevezetőként fogadjátok el ezt tőlem. Én annak idején, amikor a Dr. Templom József kidolgozta a Kvantum Tudatmező Átalakítás című csodálatos technológiát, tudati technológiát, tudati gyógyító, pszichológiai, tehát lélekgyógyászati technológiát, annak az volt a lényege, hogy magyar emberek vagyunk, tehát szkíták, akkor kapcsolódok, és ha már magyar emberek vagyunk, tehát szkíták, akkor szkítául, illetve magyarul fogalmazunk mindent. Az előbb egy nagyon jó labdát dobott fel itt az előttem szóló előadó. Azt mondta, hogy fogalmazzátok meg, hogy mi az, hogy probléma. Nekem nem volt megfelelő az ő definíciója. Nekünk ez meg tananyag volt. Templom Józsi gyönyörűen földolgozta, és elmondanám, hogy a probléma annyit tesz görögül, mert nem magyar szó. Görögül, hogy az istenek egy követ a lábunkra ejtettek. Értjük-e, hogy mi a probléma ebben? Az a probléma, hogy a magyar nyelv képi nyelv. A negyedik dimenziótól a nyelv, a dimenzió nyelve a képi látás. Tehát mi a saját nyelvünkön keresztül, ha értjük, negyedik dimenzióban dolgozunk és gondolkozunk. Ha már gondolkozunk, majd ez a következő lesz, mert erről is beszélünk, akkor képek jönnek le nekünk.
ugye itt szó esett, azt mondta, hogy csoda és mágia, ebben sem mindig értek egyet, de egy a lényeg, csodát bármikor meg tudunk csinálni. A nyelven keresztül. Visszatérek a problémához. Tehát, ha nekem problémám van, az én tudatalattim nem hozza képben elém, hogy mi, akkor most megkérdeztem volna, de legalább sietünk, mi a gondom, mert ahogy magyar, itt a szó erre az, hogy gond. Mert ha nekem gondom van, akkor két dolgot tudok csinálni, mondjuk hármat, de maradjunk a kettőnél. Az első az, hogy megoldom. Ez mondjuk az egyszerűbben meg tudom oldani, és főleg, ha nem ijedek meg a gondtól. A második, ennek a zárójeles része, gondoldom. Megoldom a dolgot, mert gondolkodom. A gondot teszem a fókuszom, tehát a látóképem középpontjába, és mi történik, akkor nem tudom megoldani, gyakran vagyunk így. Ózs doktor elmondta az előbb, és külön köszönöm neki, hogy ki merte mondani, mert ezt orvos nem mondta még ki előttem. Mit csinál az a magyar ember, aki a gondját nem tudja megoldani, érzi, hogy túlmegy az ő határain, az erején, Föladja. A gond viselőnek. Hova adja föl, ki tudja? Gond viselőnek. Jó reggelt kívánok! Ludányi doktor úr igen jól mondta, mindenkinek van egy gondviselője. Egy. Én a fiamnak gondviselője voltam azért, mert ő a gondjait bizonyos határokon túl nem tudta megoldani. Nekem kellett a gondot viselni és megoldani. Ki az én gondviselőm? Tessék mondani, tudja mindenki? Tehát mit csinálok? Föladom. Nem a megoldást adom föl, a gondot. Tehát ez az egyik. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani. Pozs doktor ezt mondta el, hogy amikor ő olyan nehézség elé kerül, hogy hát ő ezt érzi nagyon, mindenki tisztában van a határaival, hogy ez most nem megy, akkor hívja a legnagyobb segítségét, a gondviselőjét, a teremtőjét. Na, az előadásom első része, három részben fogom én ezt ilyen szempontból tálalni önöknek, nektek. És a nagy fába vágott fejsze a következő, hogy rögtön azt írtam, hogy az életvíz szerepe Sumériától, azaz az ókortól, az egyiptomiakon keresztül napjainkig. Csak és kizárólag magyarul tudók legyenek itt, jó? Mert aki magyarul nem tud, az egyszerű, sajnos ez nem vicc. Múlt héten írtam egy válasz e-mailt, hogy elnézést, tessék megtanulni magyarul, mert akkor megértjük, hogy kinek mi a gondja, és erre mi a megoldás, vagy az én válaszom. De ha nem tud magyarul se beszélni, se fogalmazni, az annyit jelent, hogy a tudat alattia a képeket nem közvetíti neki, a tudatos tudatba. Tehát nem érti. Ezért kell magyarul beszélni. Még egy példa, jó? Nem fogok ilyen nagyon egyetemista előadásokba belemenni, meg meleg is van, és bele-bele lehet szunnyadni, de azért mondom ezeket a példákat. Egy nagyon kedves ismerősöm, sokan ismerik, Kalotaszegről jött, tehát x éve, több mint 30. Zenél, verseket ír, polihisztor, stb. 70 fölött. És hát ezekben a srácokban azért benne van ez a román nevelés. Én nekem erről egészen más a véleményem. Lényeg az, hogy előszedtek mondjuk alternatív hatalomra törő románok egy olyan katonaembert, aki mindent tud, meg egyetemeken, stb. Tanít, és hát azt mondja az én barátom, mert a generális azt mondta. És akkor ebben a pillanatban nekem az ég szíve csúszott, mondom, ne haragudjál, mikor jöttél át. Azt mondja, hogy 35 éve, jó. És meséljük el, hogy mit jelent az, hogy generális, illetve hogy ez hol van. Nem értette a kérdést. Tehát én azt mondom, hogy a határon túlon élők, meg maximális tisztelet, megmondom, hogy miért, mert egy másik nyelvet valahogy tudni kell, de az a másik nyelv nem jelenik meg a tudatalattiukban. Ez egészen biztos. Egy, mert nem képi nyelv, kettő, mert nem érti.
A generális azt mondta, és kérdeztem, hogy hol találkoztunk utoljára generálissal. Dóri az Újkapura, hát mondom, a Hári Jánosba. Igen, ott van, igen, mert az a helye. Mert az a helye. Ha már ezt meg akarjuk, meg tudom, hogy mit akart mondani, akkor minimum tábornok, vagy mondom a rangját. De nem generálisozom, nem sztáliról beszélgetünk, na mindegy, ez csak a magyar nyelv még mindig. A bevezetőnek a második része, esetleg akik nem tudják, ahogy elnézem a közönséget, sokan lehetnek. Én ezelőtt durván 2 évvel írtam egy könyvet, az a címe, hogy az isteni ajánlás az életvize. Ezelőtt, akkor ez itt a reklámhelye lesz, én 2015-től csatlakoztam a Világmagyarsága című egyetlen magyar, cenzúrálatlan heti laphoz. Szeretném mindenkinek a tudatalattiába és a tudatosba belevésni, Ruzgics Mária a szerkesztő tulajdonos egy a zsebéből finanszírozza. Szégyen szemre borzasztó nehéz, és az egyetlen olyan lap, aki magyarul ír, magyaroknak ír, az igazságot írja, valamint a tényeket. Ilyen rovat van benne, hogy amit a hírcsatornák nem írnak, amit a tévé nem mond be. Az egész újságnak az a mottója, hogy amit ön kigondol, mi meg is írjuk, és ez így van. Szóval ajánlom a figyelmeivel mindenkinek, mert a lapker most újra elkezdte terjeszteni, ideig egy jó 1,5-2 éve csak előfizetéssel lehetett, és hogyha valaki a magyar helyzettel akar tisztában lenni, enélkül nehéz. No, én ebben a lapban elkezdtem ilyen. Hát mondjuk így, hogy? A címe, az újság címe. Az újság címe. Világmagyarsága. Hogy megy a postahivatalokban lehet, ma már a nagyobb újságárusoknál is van, hála jó Istennek, és vidékről is visszajelezték, hogy lehet kapni. Mindenkinek a figyelmébe, főleg itt a Magyarok Országos Gyűlésénél ez is benne volt, mert kéne, úgy kéne, mint egy falat kenyér nekünk a média. Az ilyen média. És nagyon hiány vagyunk, úgyhogy ajánlom mindenkinek újra a figyelmébe. Tehát elkezdtem 2015-től előadásokat tartani. Aki ismer, az tudja, hogy hát ilyen, mondjuk, hogy egészségvisszaszerzési, egészségmegtartási tanácsok, amik mindig jól jönnek. Ebből, hát én egész oldalas cikkeket írtam, 19-től, a már meg is jelent, van egy ilyen Segíthetek című rovat, és 2020 végén megjelent az első kötete ennek, szintén megvan, most sikerült kiadatom újra. Ebben különböző otthon, én ezt kézikönyvnek szálltam, otthon felhasználható tanácsok vannak. Hát egy, hogy az emberi hármasságon mégis mit értünk, mert hogyha itt tudat alatti, tudatos, tudat fölötti, lelki és szellemi aspektusát, részeinket nézzük, akkor enélkül, a tudás nélkül, ami iskolába járás nélkül is tökéletesen meg lehet jegyezni, nem fog menni. Tehát innen elkezdve a radiesztézián keresztül, a radiesztézia nekem egy veszőparipám, én 1989 óta mérek, elég sok érdekességet. Egy idő után rákattantam a negatív és pozitív földsugárzásokra, számos pozitív földsugár, gyógyító helyet mértem ki Magyarországon. Például, hogyha ez érdekes, és még mindig a bevezetőként, kimértem Gyulán az ős hőforrás, tehát az ős gyógyvízforrás. Ez egy szakmunkás képző intézetnek a kollégiuma udvarában. Ez már nagyon nem folyik be a gyulai fürdőbe. Pozitív földsugárzás keresztben van, ami annyit jelent, hogy a gyógyvíznek egy igen tetemes gyógyító értéke attól van, hogy hosszan és folyamatosan az úgynevezett Szent György keresztben van benne. Kimértem a második forrást is, az is benne van. Tehát magyarul itt a gyógyvízforrás mellett, hogyha pozitív földsugárzás van, vagy megfordítom, ha pozitív földsugárzás van, ott nézzünk gyógyvízforrást, mert a Kárpát-medencének a medencéje, ez így működik,
Mondom, a Lenti, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem, Lentibe ráépítettek egy fürdőkomplexumot, pontosan erre pozitív fölcsugárzásra, és a gyógyvíz is azért jön föl, és miért is gyógyít? Ez a vége. Gyula ugyanez, Hajdúszoboszló ebben a vonalban van, Hajdúböszörmény szintén, tehát magyarul, ahogy a Csonka országot nézzük, ez egy téglalap, és a bal felső része az Sopron alatt egy Karácson nevezetű községben van. Csak az a Karácson nevezetű község sajnos itt a Gúnyhatárok mögött van. Tehát mondjuk itt, hogy Burgenland, én ezeket nem szoktam használni, tehát az Őrvidéknek az a fele. A következő, itt tegnap volt egy hölgy, most ugyan ígérte, hogy jön, de nincs itt, aki a gyerekekről beszélt, és ez egy nagyon, de nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek 6 éves korukig mi mindent tudnak, mi minden tudással születnek le, főleg ma, mi mindent látnak, és hogy kéne velük törődni. Na végre kis országunkban ez a hölgy fején találta a szöget. Csak hogy. És akár az Kita Egyesületnek, de ezt az újságban is be fogom tenni, azokat a, mondjuk így, hogy tudókat, akik legalább látják, de minimum mérik a gyerekeken, de nyilván a felnőtteken is, a negatív sugárzást. Negatív sugárzás lehet fölcsugárzás, negatív sugárzás lehet negatív külső sugárzás, negatív sugárzás lehet egy átok, egy szemmelverés, egy az édesanyját című dolog. Ha ez most az auránkon rajta van, most rettentő sokat mértem ki, olyan bajokkal szembesülhet az a valaki, aki erre nem figyel, amit képtelenség különben kivédeni. Tehát amíg az aurája, a pozitív energiának a burka nincs letisztítva, addig számos dolog lehet, kezdve rossz alvástól, a bődületes betegségeken keresztül, most szólok a halálig. Tehát erre nagyon kéne figyelni, és főleg nálunk Magyarországon, szkítájéknál, hogy legyenek olyan emberek, hogy még mielőtt a szerencsétlen beesik az orvosi rendelőbe, energetikailag nézzék meg, mert én szerintem a gondok, bajok körülbelül 40-60%-át már le is lehet venni. Ez annyit jelent, hogy nem kap rá különböző mérgeket, gyógyszernek hívják ma, esetleg természetes anyagokat is kap, esetleg még mielőtt elkerülne az orvoshoz, meggyógyul, és csak tényleg azok mennek orvoshoz, akiknek azonnali és sürgős beavatkozásra van szükségük, mert ugye, és ezek a úgynevezett szellemi és lelki gondok, ezek úgy mondjuk, hogy átíródnak a fizikai testre. Meg kéne előznünk, addig kéne ezt erőltetnünk, hogy minél hamarabb ezt le tudjuk. Ez csak egy ötlet, de erre kéne elmenni. Gyerekeknél kezdtük, nagyon-nagyon fontos. A gyerekek, hogyha nem szórakoznak velük, 6 éves korukig látnak minden energiát. Jót is, rosszat is. Az elmúlt x év, és a mi gyerekkorunk is sajnos úgy telt, hogy mindenfélének elmondták azokat, akik ezt esetleg ki is mondták, hogy ott lát valami homályosat, ott meg a nagyanyja van, aki régen meghalt, ott meg ez van és az van. Ezeket tanítani kell, mert ők a csodák, nem pedig azt mondják, hülyeséget ne beszélje, abba a pillanatban zár a gyerek. Tehát én még azt mondom, hogy még talán általános iskola előtt, vagy legalábbis az első osztály környékén egy külön kurzust kéne erre létrehozni, mert akkor érnénk valamit. Mert ez a rengeteg kristálygyerek, csillaggyerek, stb. Akkor éri el majd felnőtt korára azt, amit el. De közös összefogás nélkül nem megy. Mondok egy érdekes történetet, és akkor megyünk Sumériába. Annak idején, amikor még normális volt a helyzet a Tábornok utcában, aki tudja, hogy ki és mi volt a Tábornok utcában, akkor látok, sokan bólogatnak. Kovács András azt mondta, nekem ő nem magyar, Kovács András azt mondta, hogy ő össze csak 5 olyan gyereket kell neki összeszedni, és én azt mondom, hogy fél óra alatt mindenkivel tanítható, hogy például a kanál a kezébe hogy hajlik meg szellemi energiákból kifolyólag. Ha ilyen 5 gyereket összeszedés tréningezi, ne jön egy repülő, és csak addig, amíg meglátják. Gondoljuk el, a kanál meghajlik, akkor a repülőnek a gépészeti részében mi mindent tud meghajlani. Tehát nem kell itt légvédelem,
Mert megvan. Mert megvan. És akkor térjük vissza a vízhez, mert végeredményben szorosan hozzátartodik a vízhez, legalábbis a bevezetőhez. No, tehát igen, a második könyvemet 2 éve írtam, mert az első könyvben segíthetekben rájöttem, hogy sok mindennel foglalkoztam, de hát a vízzel nem. Pedig mi az Erzsivel, aki itt a főokmester 3. napja a Hippokratesz Medicentrumban ezelőtt 16 évvel csináltunk egy olyan csodát, ami a könyvben benne van, az a címe, hogy oxigénes fürdő, és olyan orvosilag ellenjegyzett 75 betegre kiterjedő, de 100 fős tesztet elvégezve olyan eredményeink vannak, amit egyetlen egy fürdő kúra sem tudott idáig produkálni. Nem az oxigénes, a sima. Most mi ezt a bizonyos technológiát gyógyvizes rendszerbe építettük föl. Na most 16 éve jó tönkrementünk, ugye az Erzsi nem véletlen az adós kamarának a jobb keze, stb. Tehát magyarul beleakadtunk abban a népcsoportban, akinek senki sem szent. És konkrétan tönkre tették ezt az egészet. Azt is tönkre tették, hogy 16 éve hány embert tudtunk volna meggyógyítani, rosszul mondom, hány ember gyógyult volna ebbe a csodába. És hát majdnem tönkre tették ezt a technológiát, de annyira, hogy minket is kivégeztek. Én ezzel a könyvvel én megmondtam, én tudom, hogy itt ráültem a célkeresztre, tehát én is rajta vagyok a puskacsövön, de ezt én nagyon nagy örömmel vállalom. És az utóbbi időben a forgalmi adatok ezt mondják is. Tehát lényeg az, hogy a vízzel mi akkor kezdtünk el foglalkozni, amikor az oxigénes technológiát továbbfejlesztettük, illetve bevezettük, mert ez 15-16 hónapig ment is a Gellért fürdőbe. És hát, mint a Hályok Kovács, ami annyit jelent, hogy kitaláltam valamit, úgy volt. Milyen vezettetés. Megcsináltam valamit, úgy volt. Megint tovább mentünk, kész volt a jacuzzi, tökéletesen működött, úgy volt. És én csak most, 15-16 éve jöttem arra rá, hogy akkora vezettetésben volt részünk, és olyan csodák, szó szerint csodákat kaptunk nap mint nap, és azok az emberek, akik oda jöttek, amik mind a mai napig nem tudnak megfejteni. Na ezen fölbúzdulva, hogy azért nekem volt valami előéletem a vízzel kapcsolatban, azt mondtam 2021 januárjában írok egy vizes könyvet. Ja. És én azt hittem, hogy ez olyan, mint amikor a segítheteket elkezdem írni, hogy hát van ott, mit tudom én, 60 A4-es oldal, amit én teleírtam, én azt szépen megszerkezgetem, betördelem, és akkor ezek... De ez nem így van. Nem, ha valaki könyvet ír, ez messze nem így van. És májusra eljutottam oda, hogy nem írok könyvet. Köszönöm, ez így nem megy, mert ez bárki le tudja hozni az internetről, nagyon sokan tudják, és ilyet én nem jelentetek meg szégyen szemre. És akkor jött a gond föladás, hogy na, akkor jó Istenem, mit csináljunk? És akkor jöttek az alapművek, jött Viktor Schauberger könyve, jött egy csomó olyan, több mint Nikola Tesla, stb. Tehát a nagyok, akik elkezdtek foglalkozni a vízzel. Na és ekkor kezdtem el úgy magam igazán beletúrni ebbe az egészbe, mert kiderült, hogy szép kis világunkban nincs olyan ország, aki nagyon sok pénzt ne fordítana bele a víz kísérletekbe. Nem ismerjük a vizet. Arra az egyre büszke vagyok, és ne vegyétek nagy képviségnek, hogy így integrálva, tehát összesítve az eddigi 150 év eredményét, még én nem láttam megjelentetve. Hát Alfred barátom írta, az egy nyugodt dologot, mindegy, az előszót, és tökéletesen ő ebbe leírja, hogy integrálva, összesítve vannak azok az elmúlt 150 év eredmények, amit ha szépen évről évre, vagy 5 évről 5 évre összesítenek, akkor nem itt tartunk a vízzel se. A víznek a szerepével, a víznek a nagyságával, a víznek az isteni mi voltával. És akkor egyszer csak ilyen címek ötlenek föl, vagy jönnek föl előttem, amit rögtön írtam, és mottóként teszem a könyvbe, hogy a víz a föld vére. Azon kívül, ha megnézzük, analógiában teljesen az. Ugye 75-80% víz a földön,
Gaia, mint földanya, az egy élőlény, és az az élőlény a víz nélkül, de egyetlen egy más élőlény, aki rajta jön, nem is élhet. Nincs meg a lehetősége. És akkor mondtam, hogy akkor ez nagyon jó, ez egy vezetés, akkor menjünk tovább. És akkor különböző, hála jó Istennek, magyarul is nagyon jó könyvek vannak külön szegmesekbe leírva. Az orrom elé jön, hogy a víz, na most igen, az élet anyja, tökéletes, mert anélkül nincs, és az élet anyja miatt megyünk vissza a Sumériába, mert le van írva ékírással magyar szkítaul. Tehát a víz az élet anyja és a halál takarító nője. Gondoljunk bele. Amikor az élet anyja, és ezt most mondom, a megkapott tudományból kifolyólag, akkor struktúrát, a lehető legjobb hexagonálisnak látott formában jönnek össze a vízmolekulák, de az oktagonális. Tehát, hogyha a térben fényképeznénk, és az a legstabilabb vízszerkezet, és ez tud bemenni a sejtekbe, ezt tudja kitakarítani a sejteket, stb. És a halál takarító nője. Abban a pillanatban, amikor az élet megszűnik, és erre a könyvben nem ad választ, mert ez sokkal magasabb szintű tudomány, abban a pillanatban a víznek a struktúráltsága, ez a szerkezete megszűnik. Mert ha nem szűnne meg, akkor nem szűnne meg az élet. De mivel megszűnik az élet, megszűnik a struktúra. Mondok egy érdekeset. Ha jól tudom, de én nem vagyok biológus, másodpercenként egy sejt körülbelül 2-2,5 ezer vegyi folyamatot vezérel. Illetve hát nem ő vezérli, de benne történik az, hogy mi vezérli, majd megyünk tovább, mert a víznek szerepe van. És amikor egy sejtnek osztódni kell, több okból kifolyólag nem mondjuk, akkor a sejtet körülvevő úgynevezett strukturális, vagy szerkezeti, vagy metabolikus víz, tehát anyagcsere víz, egyszer csak fölbomlik, és halott vízzé válik, mert hogyha nem halott vízzé válna, akkor egyszerűen nem támogatná a sejteknek a szétbomlását. Nem lenne sejtosztódás. Az is halál. Abban a pillanatban, amikor megvan a két új sejt, vagy esetleg az egyik ugye majd elemésztődik a másik meg, abban a pillanatban visszaáll a normális struktúra. A szervezetünk ezt másodpercenként és sejtenként 2500-szor tudja. Még egy picit, amit én megtudtam, 9 hónapig írtam a könyvet, mert október 31-én éjfélre lettem kész. Kiderült, sokakkal konzultálva, és hát a lehető legfontosabb ismereteket felszedve, hogy kétféle vizet használunk a szervezetben. Mi ezzel a töltsérrel, kitérek rá, aki tudja, tudja, aki nem, majd fölvilágosítom, ezzel olyan vizet tudunk csinálni, amit amikor megisszuk, nem kell a szervezetnek átalakítani. Nem kell átalakítani a veséjének, a hasnyálmirigyének, mind a kettő nagyon fontos, mert ez konkrétan azokat a szerveket támogatja. De legfőképpen a vért. És akkor most mondok egy érdekességet, amit az összes csatorna, de legalábbis a normálisaknak mondani kéne, hogy van egy 70 trilliárd sejtünk, és a 70 trilliárd sejtben lévő úgynevezett mitokondriális kis összetevők a lehető legfontosabb dolgot csinálják a szervezetünkben. Ugyanis a mitokondriumok állítják elő azt az anyagot, amivel a mi energiánkat akkumuláljuk. Tehát ha hirtelen valamit kell csinálnunk, és nem lenne energiánk, akkor ott a vég. A mitokondriumok előállítják ezt az ATP, adenozin trifoszfát nevezetű vegyületet, amely bármelyik pillanatban hasznosítható a szervezet számára. A másik nagyon fontos dolog, amit mi megeszünk napról napra, óráról órára, időről időre, annak legfőképpen, és még csak nem is leegyszerűsítve, egyetlen egy célja van, hogy a mitokondriumok által képviselt 320 ezer nanomotor, ami egy kis fehérje, megkapja azt a bizonyos hidrogénnek a protonját, meg hát a hidrogénatomot nyilván, amelyik keresztül megy rajta, egyet fordul a kis nanomotor,
és utána kijön az a bizonyos hidrogén atom, amelyik az alatta készen létben lévő oxigén atommal egyesülve létrehozza a struktúrát vagy metabolikus vizet. Mitokondriumból csak egy van egy sejtben, és ezen egy mitokondrium 320 ezer ilyen picit nanomotorral rendelkezik. Mit tetszenek gondolni, hogyha ezt a 70 trilliárddal felszorozzuk meg az egy nappal, 24 órával, a szervezetünknek ez a sejtes része mennyi tiszta metabolikus anyagcsere vizet termel? Csak egy számot kérnek szépen. Benne van a könyvben, de aki nem olvasta, akkor érdemes. 7,2 köbméter per 24 óra. Tudom, hogy mindenki leesik a székről, én se hittem, mert gyönyörűen kijön, olyan tökéletes a szám, és ehhez jön most az én vizem, amiért meg kellett írnom a könyvet, mert ehhez képest elő kell tudni állítani azt az oxigént, ami ott a végén a mitokondrium alatt várja a hidrogénatomokat, hogy víz legyen belőle. Ezt egyetlen egy dolog tudja előállítani, az, hogy a lélegzéssel, a gázcserével oda visszük az oxigént, de ehhez a vérnek megfelelő viszkozitásúnak, folyásúnak kell lenni, és még a tetejében a hemoglobinnak, a vörös vértestecskének föl kell tudni venni az oxigént. Milyen gondok vannak? Megkapjuk az 5G-t, mit csinál? Az 5G mikronok ezred részeit a hemoglobin szélén bénítja, ami annyit jelent, hogy nem tudja fölvenni az oxigént a hemoglobin. Tehát a fulladás első része az, hogy nem veszi föl az oxigént a szervezetünk, nem tudja odavinni, ahol vizet csinál. A másik, miért is kell nekünk legalább 2,5-3 liter vizet inni, ugye, ilyen szempontból? Hogy ez a bizonyos oxigén ellátás meglegyen. Mert most egy másik képlettel, hogyha 70 milliliter az a bizonyos, a minden egyes szívdobbanásnál az a vérmennyiség, amit ugye az artériákba befecskendez a szív, és ezt csinálja egy normális embernél ugye 24 órán keresztül, akkor ez, hogyha kiszámoljuk, hány, mekkora volumenű, milyen értékű, ki tudja megmondani. Elment az idő, mondom tovább, 7,2 köbméter. Tehát magyarul így van meg az egyenletnek a másik oldala. Ezért nem szabad, hogy kevés vizet ígyunk, mert abban a pillanatban ez a vegyi gyár, ami bennünk van, ez sem energiát, és sem metabolikus vizet, ami kell a szervezetnek, nem tudja megtermelni. Itt egy picit most rávilágítottam, hogy ez a bizonyos teremtés, hogy megy végül a szervezetünkbe. De 6000 évvel ezelőtt is tudták, legalábbis szinten, molekuláris szinten. Igen ám, de az meg honnan jön? És a mai előadásomnak végeredményben az első fele ott kezdődne, hogy ékírásokban, sumér ékírásokban, visszatérünk a szkítákhoz, mert a szkíták előbb voltak, mint a sumérok. Ugye a sumérok, ez a úgynevezett Kád-Sumér társaság. A Kád-Sumér társaságnak legutoljára utána néztem ezért is, hogy fölkészüljek erre az előadásra, nem az arameus nyelve volt. Mert azt mondják, hogy a Kád-Sumér társaság arameus nyelven beszélt, és Jézus is ezen a nyelven imádkozott, hazugság. Az arameus, mint olyan, és most itt a nagyon-nagyon okos és tényleg bölcs, nagyon sokat tudó, a magyar nyelvvel foglalkozó embereket tudnám említeni, de annyian vannak, hogy most egyenként nem teszem meg. Az arameus nyelv az eredeti szinten azt mondták róla, hogy ez nem arameus, hanem aram. Egészen más, aram. Na most mivel tudjuk, hogy a magyar észkíta nyelvnek a sajátja, hogy a mással hangzó viszi az értelmet, hogyha ezt másképpen hangzósítjuk föl, akkor azt mondjuk arameus helyett, hogy örömös. És mitől örömös, tessék mondani? Attól örömös, most erre időm nincs, hogy végigkérdezzek mindenkit, attól örömös ez a dolog, mert hogy ott volt nekünk a megváltó, a teremtő. Ennek örült a Kád-Sumér társaság.
aki saját magát kiengi-nek hívja, Vadin Jós Feri bátyútól Marton Veronikán keresztül ajánlom figyelmében mindenkinek, és ez a kiengi társaság három részről jött össze. Az úgynevezett termékeny félhold, tehát az úr, urok, kis, stb. Tehát azon a részen a Jamdet Nasr népesség, ami hogy nem, ez azért ugye fix találat lett volna, Erdélyből költözött oda. Rossz nyelvek azt mondják, hogy azért Sumér, mert Szemere. Mert Szemerének hívják azt a bizonyos csapatot, akik lementek. És jöttek még valahonnan a Káspi-tenger tetejéről, Káspi-tenger és Fekete-tenger környékéről, valamint a Bajkálon túlról másik két csoport, ezek egyesülve lettek az úgynevezett Kiengi vagy Kárcsumér társaság. Ezek, arra már nem lesz időnk, brutálisan hasonlít a nyelvük a magyarra. És egy ékiratban, egy nagyon-nagyon korai ékiratban leírják, hogy a teremtés, az életvize az úgy keletkezett, hogy volt az úgynevezett ős óceán. Az ős óceánt az ő nevükön is Nunnak hívták. A Nunból nyugodtan magyarul tessék ragozni, minden igaz, ami a Nunból jön, mert női a főnév. A Nunból kiemelkedett ez a Kiengi társaság szerint, az az ősföld, az a termékeny ősföld, az a termékenység, amiből keretkezett a földön az emberek, az emberiségnek az összessége. Egy picit ez ugyan el van nagyolva, de ez tényleg így van. És akkor most jön az a visszafele jövő vonat, ami bennünket visszahoz Egyiptomba. Egyiptomba ugyanígy nevezik az ős káosz óceánt, hogy Nun. Csak hogy Egyiptomban egy kicsit bonyolult, és mivel a hieroglifák és a hieratikus írás teljesen magyarul értelmezhető az utolsó mondatig és pontig, ott is Nunnak mondják, de ők azt írják le, és talán közelebb vagyunk a megértéshez, hogy ez a bizonyos ősvíz, vagy ős teremtés, ami történt, Nunból nem egy teremtő föld emelkedett ki, hanem maga Ré. Ré egészen pontosan az, aki majd az összes többit megteremti. A Ré még a teremtés áldozata, a Rének az utódai, ugye Geb vagy Sebnek hívják az egyik gyereket, aki már normális körülmények között jön létre és születik, és Szetnek hívják a másik gyereket. Ez a Geb vagy Seb, ha más írásmóddal nézzük, akkor ők erpatként, meg az angolok is erpatként hangzósítják. Visszatérünk, mert az erpattal már itthon vagyunk és a víznél, mert az erpat egy ilyen pici hozzájárulással a negyedik dimenzióban, ami képi látásunkkal, az Árpád. A személyesen Árpád. És Árpád az az Isten, aki a Föld istene. Erpat. Tehát végeredményben ez a leszármazási dolog, ami Sumérból indul, és utána ugye, hogy most átveszik, vagy ez egy külön mitológia Egyiptomnál, most még nem tudom megmondani, kezembe az alap, valószínűleg a következő könyvem ebből lesz. Lényeg az, hogy ez a bizonyos Erpat, aki az ottani társaságnak a teremtője, ez létrehozza ugye a bizonyos hangzósítós a fáraónak mondott legnagyobb főnököt, meg azt a társaságot, ugye Egyiptomot, de hát Egyiptomot nem olyan régen nevezzük Egyiptomnak, ki tudja megmondani egy Egyiptomot, vagy Egyipt nevezetű országot, a Biblia, ahol szintén számtalan gondunk van, de a Biblia hogy hívja? Magyarul szépen ki van írva, csak nem értjük. Miért nem értjük, mert nem magyarul van. Úgy hívja a Biblia Egyiptom földjét, hogy Gihon. Gihon, ezt láttam hosszú ível, Gihon. Na most hát, magyarul, hogyha nézegetünk, és egy csöppeszünk van, azért rájövünk, hogy itt hangzósítani kell, mert nincsenek ott a hangzók. Tehát az Égihon, ami régi hazánk, Egyiptom, a Nyilas nevezetű folyóval, ahol azért választják az Árpádokat, azaz a
fáraókat, hogy a fáraók biztosítsák minden egyes évben a kétszeri, háromszori búzatermést a Nyilas nevezetű folyó árasztásával. Tegnap volt szó róla, ez tipikusan a foki gazdálkodás alapja. És a következő, és akkor ezt a nagyon misztikus dolgot befejezem, és áttérek a gyakorlatira. Az egyik legerősebb mágia az egyiptomi. Ez le is van írva. És a legjobban működő az egyiptomi. Arról csak így szőrmentén szólok, hogy az Egyiptomnak a megfelelő területei magyarul tökéletesen hangzanak. Esthon, Bothon, Haboshon. Esthon, nyugat. Bothon, ami beleömlik a tengerbe. Haboshon, vörös tenger. És érdekes módon, hogy nem, nem magyarul leírva, fehér és fekete hunok rakják. A Nyilasnak a forrásvidékénél a fekete, a felső felénél a fehér hunok. És az összes Osiris, Thot és egyéb gondok, és egyéb dolgok, és egyéb misztikumok a mi történelmünk. Csak az utolsót elmondom, ez a lehető, engem ez ütött szíven leginkább, ezelőtt egy jó 15 évvel. Ajánlom a figyelmetekbe, mindenféleképpen úgy hívják az urat, hogy dr. Borbola János, még mindig kaphatóak azok a könyvek, amit kiadtak, aztán azok a könyvek, amik nem, én most abból imádkozok, mert azt olvastam, és ilyen könyv nincs még egy. 1018 oldal, mint a Nagy Honvédő háború, és benne van a magyar nyelv története Egyiptomban cím. Na, a lényeg a következő, a Borbola János ott kezdte, hogy meghívták őt, 90-es évek után már Szentpétervárra, és ott ő összejött egy bizonyos történésszel, akinek a kezében volt 16 darab egyiptomi papírus tekercs, ami az 1900-as évek elején egy Radzivill nevezetű orosz gróf megvett. És ebbe a teljes magyar köroszt ténység benne van? Benne van. Benne van, hogy a magyarok, azaz a hunok, azaz az íták, hogy számoltak pi nélkül kör, területet, kerületet, stb. Nem ez a mai téma. De elsőfokú egyismeretlenes egyenletet is szépen fölírtak, és mivel azt hieroglifákkal írták föl, a simoni kultúrtörténetéből tudjuk, hogy az egyiptomiak milyen számjelekkel jelölték a számokat. Ezért föl volt írva, tökéletesen magyarul érthető, 2x plusz 3 volt egy jel, egyelőre mit tudom, 8, teljesen mindegy. De ez a jel, ez egy nagyon érdekes, ez egy összecsavar papírusz, lehetett látni, ami masnira meg van kötve egy szalaggal. És ez az egyenletnek a közepén áll, a lényegénél. És elkezdte keresni a János, hogy hát ez azon kívül, hogy nagyon érdekes, ez nagyon nagy jelentőségű számunkra. És megtalálta a falfirkákon, meg ezt le is fényképezték, már hogy a hieroglifákon, hogy amikor a Thot fáraó ott áll a túlvilágon, és kezébe van az a bizonyos patika mérleg, a patika mérleg egyik serpenyőjében ott van egy toll, a másik serpenyőjében ott van a papíruszunk átkötve a szalaggal. Ez csak magyarul fejthető, megint mondom, aki nem magyar észjárással gondolkozik, az itt, már nem itt, már az elején letérdelt kész. Melyik szavunk, melyik fogalmunk az igaz mind a kettőre? El is mondtam. Ugyanis Thot fáraó a túlvilágra, azaz a normális, a mennybe, azt engedte be, akinek a patika mérlege jól billent. Tehát magyarul maga a toll, azt nem mondtam, ami a lelket jelképezi, minden emberi lelket egy toll jelképez, ha az nehezebb, mint a papírusz, akkor mehetett. Amikor az egyenletnek mind a két oldala egyenlő, akkor ugye mi azt mondjuk, hogy 2x plusz 3 egyenlő 8. De hát oda a patika mérlegre nem tudom azt mondani, hogy egyenlő, hiszen nehezebb.
Mit tudok mondani? Akkor igaz az egyenlet, ha az teljesül, ami ott van, tehát a papírus annyit jelent, hogy igaz. Akkor igaz a lélek, amikor a tolpéhe, a lelke nehezebb, de az igaznak van egy másik jelentése, mert a Wuli és a többi egyiptológus, akinek köze nem volt a magyar nyelvhez, fölhangzósította másalhangzókkal, és azt írta oda, hogy MKR. Nagy M betű, K betű, R betű. Ide is, oda is. Na hát akkor ez nem igaz, hanem akkor nézzük, milyen szavak vannak. Igen ám, de mivel megint a magyar szkíta nyelvvel nincsenek tisztában, a K-t, hogyha lágyítjuk, az G vagy G. Ettől már csak a magánhangzókat kell betenni. Tehát akkor jó az egyenletünk, ha magyar, és most jön az az igaz, és akkor megy valaki a mennyországba, hogyha magyarrá vált, az az igaz lelkűvé. Akkor most mondom, hogy 6000 évvel ezelőtt azt tudták a világon, hogy ha magyarázok, akkor én csak és kizárólag igazat szólhatok, és hogyha én csak igazat szólok, akkor magyar vagyok, de ha nem, akkor nem. Ha van kérdésed, de meg befejeztem, jó, mert látom, hogy pillednek, de ezt el akartam mondani. Jó, tehát remélem érthető ez az ív, hogy miért kellett elmenni, és hogy az ő, mert mindenféleképpen őseink, hogy miért kellett az ősvizet, az életvizét, hiszen mindent az életvizéből származtattak. A mai technokrata világunkban az a baj, hogy a víznek csak a fizikai jellemzőjét veszük figyelembe. A víznek van szellemi, sőt lelki aspektusa, lelki nézete. Ki fogjuk próbálni különben, mert ugyan én szereztem, vagy egy 5 perc szünetet adok, nem én szereztem, elnézést, hol az Erzsi, egy pár poharunk van, de szólt az Erzsi, hogy csináljuk meg itt önökkel, hogy tudunk otthon saját magunkra utalva, végeredményben ezt a bizonyos magyar képi látást belevéve ebbe az egyiptomi mágiába, mondjuk így, a saját tudatunkkal hogyan tudjuk a vizet programozni. Ki akar ilyet csinálni a végén? Akkor már is körbenézem. Jó. És parancsolj. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Szőke Lajos kapszula az ön véleménye szerint javít a vízünkön, vagy nem? Javít, javít, javít. Egy szó, jó. Ennyi, jó. Szőke Lajos is ebben foglalkozik egy kicsit más oldalról. Kilis, tehát ő nem megy ilyen, ennyire, aztán ő nem tudja, de mégiscsak ilyen messzire vissza, mert csak nem bontja ki. Igen, javít. Akkor mennék tovább, és végeredményben a lényege ennek a könyvnek az, azon kívül, hogy leírom az összes leírom az összes vizes eljárást, beletéve ugye az oxigénes eljárásunkat az orvosi eredményekkel, hogy a hidrogénes víz, hogyha van víz hidrogénezünk, miért jó? Elmondom mindjárt. Hogy a deutérium csökkentett víz mitől gyógyszer, hogy tudjuk és miért jó, ha megcsináljuk a csapvizet, ugye, és nem véletlen van itt, majd erről is beszélek, hogy tudjuk egyrészt fogyaszthatóvá tenni, másrészt, hogy tudjuk olyan minőségűvé tenni a vizet, hogy legalább gyógyítson. Na most a ma átlagosan a Magyarországon a csapból folyó vizek minősége, bár a vízművek szerint nem, de csapni való, én inkább azt mondom, hogy nem azonnal ülő méreg. Ugyanis azok a, nagyon félreért mindenki mindent, azok az úgynevezett sók, fém sók, a kálcium, a magnézium, stb. Sók, azok benne vannak a vízben, amiket semmi nem vesz föl az emberi szervezetbe, se egy sejt, se semmi, de lerakódnak olyan szövetekbe, ahol betegségek kezdeményezései is lehetnek. Ezt nekünk el kell kerülni, illetve ezt ki kell vinni a szervezetből, mert szükségünk nincs rá. Hivatkozok a Mayo klinikára, ez az egyik leghíresebb amerikai klinika, akinek a névadója mondta, hogy a csapvízben lévő szennyezések a betegségek 60%-áért felelősek. Ők ezt ott kimérték. Na ezt én meg szerettem volna szüntetni, mert ennek az egésznek és egy szellemi diskurzusnak akkor van eredménye, ha van gyakorlati haszna. Ha nincs,
azonnal ott kell hagyni azt az előadást, ezért szóltam tegnap is hozzá. Annak nincs értelme, hogy itt ragozzuk szanaszét a dolgokat magyarul, még a tetejébe el is jutunk valahová, és nincs konklúzió, és nem csinálunk semmit. Tehát az, hogy valamit kitaláltunk, de nem csináljuk meg, teljesen felesleges. Én megcsináltam számtalan dolgot. Az első dolog az volt, hogy ha már ilyen szennyező anyagok vannak, ja, ezelőtt. Nagyon sokatoknak van otthon reverzozmózisos egyéb víztisztító. És jönnek a nagyon művelt fők 200, 300, 600, x 100 ezer forintért, hogy és akkor hoztam még ebben a kis nylonzacskóban olyan nyomelemet, amit majd vissza kell pótolni. Na, az ilyeneket nagyon gyorsan elzavarni hazulról, mert ez egyéb valátságra is képes. Nem kell visszapótolni. A vízből, a vízből az emberi szervezet nem vesz föl semmit, mert lehetetlen. Nem olyan a polaritása, nem olyan az összetétele a benne lévő úgynevezett nyomelemnek, és ha még olyan is lenne, nem használja fel a szervezetet, nem kell beletenni, inkább desztillált víz. Lényeg a fontos, melyik az a mérnök vagyok, és én általában mindig fejlesztésen dolgoztam. Az első és fő kérdés, melyik az a legfontosabb dolog a víznél, és mivel tudom a legolcsóbban kivenni ezeket a dolgokat, ami eleve nem tesz jót a szervezetnek. Egy külön fejezetet szentelek a könyvben a műanyagoknak. A lehető legnagyobb baj műanyagból inni a vizet. Ennél nagyobb bajt mostanában nem hoztak ránk. Az uraknak mondom, egy ilyen pici kis fél literes mennyiségű vízbe annyi mikron alatti műanyag szennyeződés van, amit rossz esetben a férfi szervezet nem tesztoszteronnak, hanem ösztrogénnek azonosít, tehát női hormonnak, és ez igen rossz folyamatokat indít el az altestben. Prostata, mondjak egyebeket? Nagyon csúnya dolgok. Angolok kitalálták, hogyha egy évig ilyen vizet iszik valaki, és ezt le is mérték egy várandós hölgynek a vérébe, 90 ezer részecske van csak a vérébe. Szépen eltéve. Nem szabad. Nem szabad. Kivégez bennünket. A nőknél ugyanez van, csak azokat a bizonyos kis mikroméretű részeket nem női hormonnak, hanem férfi hormonnak veszi. Szőrösödnek, mondom a másodlagos nemileg, stb. Ugyanolyan rákosodás kezdődik elhagyni. Arra jutottam, hogy a csapvíz mégis a legjobb. Egy a legolcsóbb, mert így is úgy is fizetjük, akkor meg, hát ha lehet, nem WC-öblítésre meg egyébre, hanem a saját magunk fejlesztésére folytassuk. Mit lehet csinálni? Én azt mondtam, hogy hát akkor nézzünk egy bizonyos fajta szűrőrendszert, ami mondjuk, hogy egy mikron környékéig kiszűri a vízben lévő hát alkatrészeket, amit beoldott. A 4-5, most már 10 000 forintért is láttam brita szűrőket, tehát a kancsós víz szűrő erre tökéletes. Egy patronnal egy kancsós víz szűrő 300 liter vizet ad. Nekünk az tökéletes. Számoljuk ki, körülbelül 1000 valamennyibe kerül, csak a patron számoljuk. Ha 300-al osztjuk, nincs 3 forint egy liter víz. Ezek után már csak egyet kell csinálni, tehát hogyha ezeket úgy nagyjából kiszedtük, a vízben lévő, még mindig ott lévő szennyezőket, mert van bőven, valamilyen úton, módon fogyaszthatatlanná kell tenni az emberi szervezet számára. Ez hogy megy? Borzasztó egyszerű. A vizes könyvnek az elején itt van az úgynevezett örvény. Az örvény eleve tisztítja a vizet. Ezzel a beteknikázott kis töltsérrel, úgynevezett implóziós eszközzel, ha beleöntöm a csapvizet, illetve hát most már inkább mondjuk a szűrőből, akkor egy örvényt hozok létre. Ez az örvény, le van írva a könyvben, nem mondom el, mert utális a fizikája, ez az örvény azt csinálja, hogy a benne lévő szennyező elemek molekuláit alkotó atomok legkülső elektron héján az atom körül forgó elektronnak a spinjét, azaz a forgás irányát megváltoztatja.
ami annyit tesz, hogy pozitívvá teszi, ami annyit tesz, hogy a mi sejtjeink is pozitív töltésűek, és így hiába akar bemenni a sejtbe, nem tud. Tehát konkrétan keresztül megy, és sehova nem ékelődik be, sehova nem épül be. Ez az egyik. Van még egy második hatalmas nagy előnye, azon kívül, hogy ha csak simán a csapvizet öntjük ezen keresztül, én kipróbáltam, mert én desztillált vízzel is dolgozok, a desztilláló edénybe ezen keresztül öntöttem a csapvizet. Addig, amíg nem ezen keresztül öntöttem a csapvizet, a végén, a 4,5 liter környékén ilyen zagy maradt a budapesti csapból kifolyó víz utolsó 2-3%-a. Olyan brutálisan büdös, hogy az ember nem tudja venni a levegőt benne, és egyszerűen marha nehezen eltávolítható ilyen szürkés, és szerintem ez egy komplett kolera, meg minden, ami ott a benne van. A következőt csináltam, mondom, azért se fogom itt a vízszűrőt alkalmazni. Simán a csapból, a tölcséren keresztül teleöntöttem a tartáját ennek a desztillálónak, lezártam és hagyd menjen, és 4,5 óra múlva lekapcsoltam. Még volt benne az alján egy nagyon pici kis víz. A nagyon pici kis víz nem volt büdös, nem volt színe, és az alján minimális, a lisztnél jóval finomabb szentség voltak. Tehát csak annyi volt, hogy itt szépen ki kellett önteni, és tiszta volt az egész. Tehát magyarul, hogyha mi ilyen vizet fogyasztunk, akkor minimalizáljuk azokat a brutális egészségi valószínűségeket, sőt, inkább egészségtelenségi valószínűségeket, ami betegségeket okozhat. És akkor most, hogyha rátérek arra, amit én kidolgoztam, azért, hogy otthon mindenki a lehető legjobb vizet igya, előtte egy kis közbevetés. Úgy az oroszok, mint az amerikaiak természetesen ezt a részét a dolgoknak hosszú 10 évekkel ezelőtt kitalálták. Ezt úgy hívják, hogy a víz negyedik dimenziója. A víz negyedik dimenziója egy picit zselésebb, de mindenféleképpen kristályos. Tetraéder, ha ezen keresztül eresztem a vizet, meg implóziós eszközökön, mert még van egy pár, tetraéderes szerkezetű lesz, és annyit tesz, hogy hirtelen összehúzódik a víz, hiszen hogyha minden egyes vízmolekula, úgy mondjuk egy klaszter összeállítás, geometriailag azonos, akkor kisebb teret foglal el. Ez az egyik és nagyon fontos része. Ilyenkor van a kavinton, és akkor jön, igen, hogy én ezt hogy is használtam föl, illetve hogy bár az amerikaiak meg természetesen az oroszok ezzel abszolút nem működnek együtt, mind a kettő föltalálta ezt a részt, meg van a kavinton, köszönöm, ezért kell beszélni. Lényeg az, hogy az egyik, az amerikai rész, egy dr. Gerard Polák nevezetű úr, aki aztán Marylandben van egy egyetem, ott tanszékvezető egyetemi tanár már, ő azt mondja, hogy az úgynevezett exclusion water, tehát a kizáró réteg víz, az a víznek a negyedik dimenziója, és nem H2O, hanem vagy H3O, vagy H2O3, tehát egy egészen más. Már maga a szerkezet. Ugyanezt mondja az orosz is, aki egy akadémikus, aki érdekes módon ezekre a tudásokra egy a Bauer Ervin, illetve a Szent Györgyi professzornak a tudásai alapján jött rá, és ezt ő minden egyes megnyilvánulásakor elmondja, úgyhogy külön köszönjük neki innen. Ő viszont a határréteg víznek hívja, és határréteg víznek találta föl, tényleg negyedik dimenziós, és az oroszok határréteg vízzel gyógyítanak. Mi nem csinálunk ilyen határréteg vizet otthon a konyhaasztal sarkán, de ezt a negyedik dimenziót közelítjük, ami a következőt jelenti. Nem tudom, hogy ki ismeri Fülöp doktort, dr. Fülöp, aki a P-víznek a hazai legnagyobb szakértője, és 30 éve ezzel foglalkozik. Ő a következőt mondja, a P-vízi struktúrát víz, de a P-vízet így, amit én csak idáig elmondtam, nem kezelik. A P-víznek ugye az a lényege, hogy élővíznek hívja, struktúrált víznek hívja, és több mint 30 éve, ugye én 2 éve csináltam ezt, ő több mint 30 éve
ő nagyon profi műszerekkel, nagyon-nagyon komoly emberanyagon, sőt állatokon is később beszélt, megnézte, hogy mit okoz a struktúrált víz, az ő általa pívízként apostrofált struktúrált víz, nem tisztítják így, nem pörgetik semmi, csak simán a japán példából a japánok kitaláltak olyan kerámia golyócskákat, amin, hogyha keresztül eleszik ezt a vizet, akkor ez föltölti a vizet és pívízzé válik. A pívíz is egyfajta struktúráltságot jelent. Ő a következőt találta ki, és én meg azt mértem ki, hogy a két víz minőségileg majdnem ugyanaz, és én azt mondom, mindenki a saját lovát dicséri, hogy az életvíze az jobb, mert hozzám nyúlok a szerkezetéhez. Ő azt mérte ki a pívízről, hogyha egy évig egy ember csak pívízet fogyaszt, akkor a pívíz arányait figyelembe véve egy év alatt 18,3 évet kap pluszba. Tehát az egészsége 18,3 évnyi tovább élést fog lehetővé tenni. Hogy nyilván két évig isszuk, akkor nem kell kétszerezni a dolgot, de ez a 18-20 év, ez már egy brutálisan jó szám, és ha az évek számát megnöveljük, és kizárjuk az ilyen, mondjuk úgy, hogy a szervezet számára szemétvizet, akkor nagyon sokat teszünk az egészségünkért, és tényleg lehet majd azt mondani, lásd Hippokratesz, hogy amit beviszünk a szánkon keresztül, hogy legyen gyógyszerünk, mindegy az, hogy étel vagy ital. No, ezt köszönjük Fülöp úrnak, és sajnos nem tudtam vele ilyen tesztelési dolgokba komolyabb kapcsolatot létesíteni, mert kórházba került. Mi tartottunk 4 vízkonferenciát, ahol dr. Pócs úr is részt vett Budakalászon, és nem tudtam oda hívni, mert beteg, annak ellenére pívizet fogyaszt, nagyon beteg volt és kórházba volt. Lényeg a fontos, még mielőtt elkezdenénk meghallgatni az üzenetet. Jó reggelt kívánok! Na lényeg az, még mielőtt megcsinálnánk ezt a vízprogramozást, előre bocsájtva több helyen meg lehet nézni, van egy 15-20 előadáson fönt a YouTube-on, számtalan helyen van, számtalan helyen és más és más lett az eredmény, de mindegyik pozitív. Most itt majd a Erzsi majd oszt poharakat, akinek kell. Lényeg az, hogy előtte még elmondanám, hogy még mit lehet csinálni otthon ezzel a vízzel. Ezzel már az egészségünkért 80%-ot tettünk, amit csak idáig elmondtam. Idáig csak egy implóziós eszközről beszéltem, meg egy kancsós vízszűrőről, de a reverzózmózisos itt nyilván megteszi mondjuk 100-szor annyiért. Viszont a reverzózmózisos szűrőnek van egy hatalmas gondja, amit érdekes módon onnan tudunk levenni, hogy ők úgy Isten igazából aprólékosan nem nézték meg a vizet. Ugyanis van egy hatalmas nagy gond a vízzel, ami a legnagyobb előnye is, hogy a Földön a víznek van a legnagyobb memóriája. A legnagyobb. Ha sikerül olyan ősóceánból, ősvízből, karszból, bárhonnan, ha sikerülne egy olyan edényvizet nyerni, hogy ehhez a bizonyos edényvízhez én tudok egy olyan szerkezetet tenni, hogy ami a víznek a memóriájában egy képernyőre nyomja már ki elém azt a néhány millió évet, amióta megvan. Igen érdekes dolgokat találnánk, ideig még nem jutottam el. De maradjunk abban, hogy csak az egészségünket foglalkozunk. De a lényeg az, amit még szeretnék ehhez mondani, hogy hát a szűrőt én mindenféleképpen ajánlom, az implóziós eszköz, ezen kívül van más, és meg kiterek a végén rá ezt is, és akkor itt most lehet cizellálni a dolgokat. Időközben, mielőtt a könyvnek a végére értem volna, legalábbis a írásban, tudomásomra jutott, hogy Karéliában, a finn és az orosz határnak egy 9000 négyzetkilométeres területén bányásznak egy speciális szén származékot, amit úgy hívnak, hogy sungit, közülnek biztos sokan ismerik. Ennek az a titka, és visszamegyek a legelőre, 1701-ben vagy 2-ben, tehát Rákóczi szabadságharc környékén, Nagy Péter cár ott a svéd királlyal egy igen komoly, gondolom a területért egy igen komoly ütközetet vívott, és az oroszok tudták, hogy ott van ez a fekete kő,
és napi parancsba kiadta az első Péter cár, hogy mindegyik orosz katona a oldalán fityegő kulacsába egy beleillő fekete sungitot tegyen bele, és mindig arra méri a vizet. Ezt ugye a svédek honnan tudták volna, és amikor eljött, ugye akkor egy kicsit másképpen háborúztak, mikor eljött a csata ideje, akkor kiderült, hogy a túloldal nagyon nem tud megjelenni, mert az árnyékszéken van még a király is. Mert olyan vizet ittak. Tehát a sungit, hogyha innen vesszük, az egy nagyon érdekes dolog. Egy külön érdekesség, hogy 2015-ben a sungitot továbbfejlesztő két japán és egy amerikai tudós Nobel-díjat kapott, sajnos, mert a sungit kristályaiból fejlesztette ki a, nagyon sok bajunk van vele, grafénhidroxidot. Ugyanis ez a sungit szerkezet, ez úgy néz ki, férfiaknak mondom, mint egy régi ötös focilabda, amilyen hatszögű szeletekből van összerakva, és 60 darab szén atom van minden egyes pontban, tehát a ötszögek minden egyes pontjában, és ez egy labdává áll össze. Méghozzá a lehető legkülső rétegen. Ennek olyan tulajdonsága van a vízzel kapcsolatban, ezt kipróbáltuk az alföldi kutakon, hogyha 20 kilót beleteszünk egy gémes kutba, onnan nem lehet itatni az állatokat, nem lehet vizet vizeni, mert arzén, nitrát, nitrit, két hétig húzzák a vizet, vagy egy hétig, és utána nyugodtan az ember is ihat belőle, mert magába szívja ez a kőzet, sok kis darabja, magába szívja a szennyezőket. Innen kézenfekvő, hogyha én a valamilyen tisztító után egy tölcséren keresztül egy üvegbe, ez lehet ugye üvegkancsó, vagy műanyagról nem beszélünk, és abban literenként egy marékkal 5-10 dekagram sungitot belerakok, minimum egy fél órát rajta van, a szennyezőknek az 1/1000-e marad a vízbe, tehát nulla, érhetetlen. A mikrofon is. A következő, amit az előbb szerettem volna még mondani, ugye és a memóriáról volt szó. Ha a lehető legbiztosabb reverzozmózisos víztisztítóval otthon megtisztítottam a vizet, és egy szennyezésnyi molekula sem szerepel már a vízben, ettől még, ha méreg volt, vagy hogyha nekünk nem volt annyira jó, ennek a frekvencia lenyomata benne van. Ennek benne van. De hogyha áteresztettük ezen, és mivel itt azért térfogatváltozásról van szó, ezért letöröltem a memóriáját. Ezért mondom én azt, hogy ugye amit kitaláltunk, a programozás, hogyha ilyen vízzel csináljuk, akkor amit én a tobozmirigyemmel ki tudok fejteni, meg a szívcsakrámnak a adóképességével, majd az összes többi menet közben, azt a vizet programozom, és az benne marad. Az benne marad. A végén, ha még lesz idő, akkor egy kis kérdezfelelek jöhet. Na, ez még hagyja jön, amit lesz ott, igen. Akinek van saját pohara, akivel kevés van, tegyél viszont. Várjál, a mikrofont hagyjad már. Nem figyelsz. Nem. Főznek, csak így még főz. Mit nem tepek egymának? Még is azt kérdeztem, hogy a Értem. Kettőt szeretnék. Na és akkor már, hogyha mindenki megkapta. És utána öntsük ki sűrűbb a vizet, hogy tisztelni.
hát mindenféleképpen sűrűbbnek kell lenni, mindenféleképpen, hát hiszen tetraéderes lesz és végig az lesz. Tehát folyadék kristályos lesz. Természetesen kérdezett annyit, hogyha fogjunk vizet. Mikrofonba beszél. Mikrofon. Maga a programozás a negyedik dimenzióba jön létre. Tehát magyarul a lelki szintjét programozom a vízben. Nem a fizikai. Hogy az ebédszünetben a állandó böjtölés jegyében lesz egy előadás az Ormai Péter, aki be volt írva eredetileg a programban. Ki kér még vizet? Egy hangfájt küldött, azt lejátszuk. Én fogom kommentálni. Jó? Jó, köszi. Akkor még technikai információ, hogy jobbra rögtön az ajtótól tettem le egy adag könyvet, illetve töltsért. Tehát kinek töltetek még? Van, majd ott az előadás után találkozhatunk, ez az egyik. Ja, és amit nem mondtam el, még kell. Ezen kívül, ezt is én csinálom, még készítek például olyat, hogy slagra, tehát locsolóra teszek locsoló fejet ugyanezzel a technológiával, ami annyit jelent, hogy a növények is ugyanezt a vizet kapják, sokkal erősebbek, sokkal jobban nőnek, stb. Nem nagyon látom itt a Kovács Zolit, aki Győrből jött, ő neki adta a lovainak. Csak azt a vizet isszák most már meg, tehát itt ennek van számos előnye. Illetve, ugye ez kettő, még csináltam egy olyat, hogy Magyarországon általában főleg a, hát hogy mondjam, a standard lakásoknál standard csapteletek vannak, mit tudom, 60-tól 2000-ig. Én arra ilyen hosszabbítót szerkesztettem, ami szintén ugyanígy pörgeti a vizet, ennek egyetlen egy nagy előnye van. Nem, még nem. Nem írjátok meg. Egy éve használom. A konyhába nem jön be ez a nagyon-nagyon zizegő rezgés. Tehát ha a víz nem hozza be, akkor nem jön be. Gyorsan meg kellett csinálnom, hogy a zuhany, rózsa és a csapteret között is meglegyen és benne legyen. Úgy tudtam megcsinálni, hogy a gégecsövet fejlesztettem ki, tehát hogyha kicserélik, akkor eleve már a bőrüknek a legjobb Mester úrnak nem jutott már pohár. Paracsos? Úgy látom, nem jutott már neked pohár. Pohár nélkül is fog menni a programozás. Nekem megy bármi, nekem még víz nélkül is megy. Erre gondoltam. Na, a következő, akkor most egy kicsit, ez nincs 3 percnél több, egy. Arra megkérnék mindenkit, hogy ezt azért próbálja megjegyezni, mert otthon saját magának ez egy önhomeopátia, ez egy öngyógyítás, ez az egyik. Amennyi víz most benne van ebbe a pohárba, hogyha ezt ő beprogramozta, és ő úgy érzi, hogy neki olyan egészségi problémája van, akkor a memóriát vesztett vízbe, ami legalább egy literes legyen, bele kell önteni ezt, amit beprogramozunk, és fölönteni, ugye töltsérén keresztül hozott vízzel, mert átveszi az információt. És tessék egész nap ezt inni, 3-5 napig. És rágondolni, hogy igen, ezt használ. Jó. Ehhez egy kis ismeretre van szükségünk. Tegye fel a kezét, aki programoz, hogy tudjam, hogy hova nézek. Igen. Egy a lényeg. Az érdekes lesz, csak mondom. Az információt a felettes éntől kapjuk mindenki saját magának, és az itt van, mutatom, itt. Arra kérek mindenkit, hogy a két kezét tegye össze, és a koronacsakra fölé egy 10-15 centivel a föl teszi, a koronacsakrájának bizseregni kell, meg vagyunk. Arrébb, mert nincs a koronacsak. Úgy. Följebb. Tehát ez a lényeg, hogy innen tudjuk, hogy innen hozzuk le az információt. Ez azért érdekes, mert fogok rá hivatkozni, hogy tegyük a gondolati tudatunkat a fölöttes énünkhöz, mert itt kapjuk meg azt az információt, amit mi bele közvetítünk a vízünkbe. Jó, ennyi elég lesz, köszönöm szépen. Most a következőképpen fogjuk meg főleg a poharat. Ne érjen össze a kezünk. Az első és legfontosabb dolog, hogy ezt így föl a harmadik szemünk
fölött visszük, igen, akkor most elindultunk, becsukjuk a szemünket, és arra gondolunk most, hogy belesugárzunk egy olyan fényt, ami opálos fehérré teszi a vízt. Vizet. Hogyha ez nem jön össze, nem baj, akkor képzeljük el ugyanolyan jó. Opálos fehér. Most magamban számolok egy kicsit, mert ezzel tisztítjuk a vizet. Ezt csak vízzel is lehet csinálni. Jó, hogyha ez megvan, akkor most képzeljünk el egy olyat, hogy ugyanez a víz, ami az előbb opálos fehér volt, ez almazöld lesz. Almazöld színű, magyarul gyógyításra használható. Ugyanott almazöld. Ezt is tartsuk ki 10 másodperc fölött. Jó. És akkor most ugyanígy tartva a vizet, a szívcsakránkhoz hozzuk le. Még mindig csukott szemmel. Jó. És most kérjük meg a gondolati tudatunkat, és az az előbb, ahova föltettük a kezünket, hogy onnan azokat a gyógyító frekvenciákat hozza le. A koronacsakránk, a két kezünk és a tenyércsakráinkon keresztül a vízbe menjen bele, és erre hagyok egy kicsit több időt. Ha valaki konkrétan tudja, hogy mi ellen akarja, az is jó, de hogyha csak azt kéri, hogy gyógyító frekvenciákat, ami fölöttesénünk tökéletesen tud, hozzuk oda le most. Jó, ennyi idő alatt azt hiszem meg is tanulhattátok. Jó, most már nyugodtan ki lehet nyitni a szemet, minden jó. És akkor most még egyetlen egy dolog van, akinek palack van a kezében, tekerje el a tetejét, akinek pohár, és mutatom. Ez általában nincs benne a mágikus dolgokban, ezt a domjálati, és nagyon sokan tanítják különben ezt a vízprogramozást. A következő képen kell csinálni. Ez most mondjuk egy palasz, de a pohárra, ugyanígy két kézzel fogjuk, ide emeljük a szánkhoz, és csak mutatom, vagy majd mondom, hogy mit kell, mivel pecsételjük le, tehát, hogy ez a bizonyos frekvencia benne maradjon, ez marha egyszerű, ez az óm, tehát a következőt kell ráénekelni egyszerre, hogy A-O-U-M, mutatom, A-O-M, de most akkor vezénylek, most mindenki saját magának, A-O-M. Köszönöm, ennyi volt a mágia. Egészségüket! Nagyon szépen köszönjük a igen kimerítő előadást. Kiméri átolnak jönjük.